Szerintem legyünk kemények, rúgjuk tökön, és nem ellopjuk a telefonját, hanem csupán kölcsön veszünk. Sziasztok, én Elek Robi vagyok, és ebben a videóban meg fogjuk nézni, hogy hogyan fogok meghalni. Egyébként régebben volt már egy olyan videóm, amiben megnéztük, hogy mikor fogok, de arra már nem emlékszem. Várjatok, megnézem. Elek Robi. Addig, amíg megnézem, hang vagy megnyomni a csengőt. 2067-ben fogok meghalni, akkor azt mondta ez a teszt. Na de most pontosítani fogunk, és azt is meg fogom tudni, hogy mégis miben fogok meghalni. Szóval kezdjünk is bele. Szóval ettől a képtől már family friendliség off, szóval morzsoljunk el közösen egy könycseppet. És akkor kezdjünk is bele a tesztbe, let's play! Igen, sétálsz egy erdőben, és hallasz egy ropogást egy bokorból. Mit fogsz csinálni? És akkor vannak nekünk itt opcióink, amik közül választani tudunk. Leveszed az összes ruhádat, majd felmászol egy fa tetejére. Nem is rossz ötlet. Egy vérfagyasztót sikítasz, majd pedig elfutsz. Ez is opció. Keressel egy nagy botot, és mi van, ha már van nagy botom? Jó. Igen, borzalmas poénok on. És akkor, na szóval keresed egy nagy botot, és elkezded felfedezni az egész területet, vagy esetleg elkezdesz nevetni, és azt hiszed, hogy a legjobb barátod csak meg akart téged prankelni. Hát pucéren egy fa tetejére szerintem nem másznék fel, nem is sikítanék, és nem is futnék el. Azt hiszem, hogy csak prank. Akkor na, legyen ez a válaszom. És akkor itt is van a következő. Haver, közben technikai gondok adottak, és egy óra múlva újra kell indítanom a gépemet, szóval most várunk egy órát. Jó, és akkor folytatjuk a videót. Hogyan érzed magad, ha egy ilyen kicsi, kevés légtérrel rendelkező szobában be vagy zárva hosszú időre? Utálom, klausztrofóbiás vagyok. Kényelmesnek érzem, a méhre emlékeztet engem. Nem bírom. És akkor sok ideig megvagyok, ha adtok kaját és vizet. Miért kérdezed ezt tőlem? Nem is tudom, én nem szeretem az ilyen nagyon kicsi helyeket, és ott kellemetlenül érzem magamat. Szóval, bár nem is mondanám magam klausztrofóbiásnak, szóval legyen mondjuk az első, hogy nem szeretem. Ha hallasz ilyen fura, hangos lépteket, amik egyébként a te házadból jönnek, mit csinálsz? Ja, és közben áramszünet is lett. És akkor ismételten itt vannak az opcióink. Minden egyes zajra válaszolsz, és így morzézol neki vissza. Na, azt én biztos nem. Gyújtasz egy gyertyát, és megkeresed a zajnak a forrását. Elbújsz a szekrényedben, és hívod a rendőrséget. Vagy esetleg pánikszerűen kiugrasz az ablakon. Szerintem akkor a legészszerűbb számomra az, hogy fogok egy gyertyát, és megkeresem a zajnak a forrását, szóval erre fogok menni. Szeretnél ennek a lánynak a barátja lenni? Miért ne? Aranyosnak tűnik. Tökéletes válasz. Menjünk is tovább. Lerobbant a kocsid, és bekopogtatsz valakinek az ajtóján, és a telefonját szeretnéd használni. De a pali az nagyon félelmetes. Kinyitja így az ajtót számodra, mégis mit tennél? Tökön rúgnád, és ellopnád a telefonját, ez az első opciónk. Megkérdeznéd tőle, hogy miért ilyen ruhát visel. Bemennél a házába, és megnéznéd a moly lepke gyűjteményét. Vagy megfordulnál, és elfutnál. Szerintem legyünk kemények, rúgjuk tökön, és nem ellopjuk a telefonját, hanem csupán kölcsön vesszük, majd pedig a hívás után visszaadjuk neki. Bár azt se értem, hogy miért nincs nálam telefon. Na mindegy, szóval legyen ez az első opció. Téged és a barátodat elraboltak, és úgy tudtok csak elmenekülni, hogy megtaláltok egy kulcsot, ami el van rejtve egy olyan szobában, ami tele van ilyen koszos tűkkel, meg ilyen fecskendőkkel, és a kulcs a szabadságodat nyújtja neked, vagyis nektek. Mit csinálnál? Megmondanám a barátomnak, hogy ugorjon a tűk közé, ameddig én szépen hátraülök és nézem őt. Ez tűnik a legjobbnak amúgy. Csináld, haver, mentsél meg minket, én hátulról szurkolok neked, ne viccelj. Legyen ez,
Fú, most ez miatt biztos valami nagyon szeméthalált fog nekem mondani ez az oldal. Na és akkor most ez az utolsó, amikor telefonálunk ezzel az aranyos hölgyeménnyel, és megkérdez, hogy melyik a kedvenc horrorfilmünk. Aha, szerintem az a probléma, hogy ezeknek a 90%-át amúgy nem is láttam. Figyelj, a péntek 13-at azt így nagyjából megnézegettem, szóval akkor legyen mondjuk ez. És akkor most ki fog derülni, hogy hogyan fogok meghalni. És akkor azt mondja nekünk az oldal, hogy egy csapat zombi fog engem megenni egy erdő közepén. Kellemes. Még szerencsé, hogy nincsenek zombik. Bár az előző oldal meg azt írt, hogy 2070-ben fogok meghalni. Addigra lehet, hogy lesznek. Szóval szerintem kezdek is itt, bár ha erdő közepén, akkor most miért falaznék be itthon mindent, érted? Felkészülünk, ne viccelj! Na de ennyi is lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek, ha igen, akkor mindenféleképpen dobjatok rá egy hatalmas nagy lájkot, a Facebook, illetve az Instagram oldalam ott van lent a leírásban, ha még esetleg nem nyomtad volna meg a csengőt, akkor azt mindenféleképpen tedd meg. Én Elek Robi voltam, majd találkozunk egy következő videóban, addig is szevasztok!